Rangi Attila vagyok, egy debreceni építészmérnök. 2016-ban ismerkedtem meg a civis házakkal a Debreceni Egyetem tervező-építészmérnöki mesterszakán, majd 2018-ban kezdtem el tudatosan kutatni őket, elkészítettem a kataszterüket, lefotóztam a még meglévő házakat és térképen jelöltem őket. A mára megmaradt házaknak csak nagyjából az egyharmada őrizte meg eredeti karakterét, és vannak olyan állapotban, olyan műszaki állapotban, hogy megőrizhetők lennének. Sajnos ma már egységes utcaképekről sem beszélhettünk, legfeljebb 4-6 értékes ház sorakozik valamennyire egymás mellett. A legnagyobb probléma pedig, hogy ezek az értékes megmaradt utcaképek és házak zárványként szóródnak szét a hatalmas óváros területén. Így azt is kutattam, hogy hogyan lehetne összekötni ezeket a házakat, amire például egy városnéző séta lenne alkalmas, és egy turisztikai utat lehetne kiépíteni. A másik legnagyobb, vagy legfontosabb feladat pedig az lenne, hogy legalább akkor ebből a sok kis területből egy részt, egy utolsó kis védett civis negyedet megőrizzünk Debrecen óvárosából. A város történetét rendkívül gazdag forrásanyagból ismerhetjük meg, vagy mint például a Déri Múzeum helytörténeti tárlatán kézzel foghatóvá is válhat számunkra, azonban arra is megvan a lehetőségünk, hogy az óváros utcáin barangolva személyesen is felkeressük a civisek egykori házait. Debrecen városközpontja 3 árpádkori település összenövésével alakult ki a 14. századra. Szent László falva, Mesterfalva és Debrecen falva, amelyeknek a lenyomata még ma is kirajzolódik a városszövetben. Ezek közül Debrecen falvában maradtak meg leginkább a civis házak, és ez a terület lenne legalkalmasabb arra, hogy megőrizzünk egy védett kis civis negyedet. Itt szoktam városnéző sétákat is tartani, és a videóban is ezt a egykori Debrecen falva területét és házait szeretnénk bemutatni. Debrecen falva környékének vagy területnek a központja a Mélius tér, amelynek a közepén építették fel a Veres templomot. 1887-ben Pett Samu budapesti építész tervei alapján a neogótikus templom vörös tégla és fehérre festett falai nagyon jól meghatározzák a környék hangulatát. Ráadásul nem csak a templomot tervezte Pett Samu, hanem a templomtól nem messze, a Nap utca 6 szám alatt egy igen nívós polgárház is az ő tervei alapján valósult meg. Thank you.
civisház, debreceniek gyűjtőnévként használják ezt a fogalmat. Alapvetően két fő típust különböztetünk meg, a népi lakóházakat és a polgárházakat. A népi lakóházak a parasztpolgári életmódból adódóan, a népi lakóházak egy helyi urbánus változatai alakultak ki. Ezek a házak Debrecen legrégebbi házai, akár 200-300 évvel ezelőtt is épülhettek, vagy pedig bizonyos részleteikben még régebben. Ilyen jellegzetes, tipikus civisház például a Lóránfi és Kígyó utcák torkolatában, a Kígyó utca 42 számú ház, telek oldalhatárára épült hosszan, és a jellegzetes háromszög alakú utcafronti homlokzata határozza meg. Ilyen a népi lakóházakból már nagyon kevés maradt, jó indulattal legfeljebb 30 darab ilyen ház van, ami még megőrizte karakterét, és megőrizhető lenne. A másik típus, a polgárházak, ezek a házak a monarchia idején, 19. század második felében, legfőképpen pedig a századfordulón épültek. Jellegzetességük, hogy már zárt sorú beépítésben, vagy pedig hézagosan zárt sorú módban épültek. Ilyen tipikus polgárház pedig a Lóránfi utca 42 számú ház, amely 1903-ban épült, Bozóki Mihály tímármester építette. Ekkoriban polgárházak szerte az országban épültek, de azt kutattam, vagy azt láttam, hogy a legtöbb helyen, így Debrecenben is kialakult egy helyi karakter, ami a több évszázados civis építészet kontinuitásában született. Ezzel 19-ben készítettem el a diplomamunkámat a Mélius tér, Lóránfi és Kígyó utcák torkolatában, egy művészeti, kulturális, civis negyed kialakítására készítettem egy koncepciót, amelyben konkrétan a Lóránfi utca 42 számú házban egy kortárs dizájn műhely kialakítására tettem javaslatot, amely közösségi alkotótérként lehetne a terület központja, és további, vagy a szomszédos épületeket is funkcióval megtöltve, például coworking iroda, kávézó, szállásépület, vagy akár egy építészeti múzeum kialakításával is megőrizhetnénk ezt a területet, és egy turisztikai attrakció valósulhatna meg Debrecenben.